Folytatódott a Foltvarró asszonyműhely a kézművesek házában. A népszerű programsorozat egyre több korosztályt szólít meg, hiszen a kézművesség kihívásai egyre inkább elterjedtek minden korosztályban, és a fehérvári mesterek sikere is vonzák az embereket, hogy kipróbálják és elsajátítsák a mesterségek fortéjait. Ez egy nagyon jó kikapcsolódás, azt hiszem mindenkinek. Ennek a háznak meg különösen jó aurája van, nagyon szeretünk itt lenni, az asszonyok is nagyon szeretnek együtt lenni, és mindig kitalálunk valamit az évszaknak megfelelő ötletet, amivel ugye megörvendeztetik a családtagjaikat vagy magukat, mert ugye nagyon fontos. A Rácz utcában ezen a napon Bodáné Fenyve Zsuzsa vezetésével ezúttal a konyhában használható szép és praktikus eszközöket, edény és fedőfogókat készítettek a résztvevők. Most ez a január-február ugye olyan időszak, hogy nincs olyan különösebb ünnep, amire készülni lehessen, ezért ugye januárban kötényt vartunk, most februárban pedig megpróbálunk ugye ezt a konyhai vonalat továbbvinni, és edényfogót, tepsifogót, fedőfogót fogunk varni. A kézműves közösség is várja már a tavaszt, a közelgő ünnepekre is megszűtték már a terveket, amelyekkel bizonyosan sokaknak fognak örömet szerezni.